Igen, mindjárt őt is meg.
Szeretném Maruzsa bajnálni. Na, itt vagyunk Maruzsa itt. Nincs? Nincs. Aztán legképtelenebb ötleteit is szó nélkül végig asszisztálta, emellett teljesen önkényes és Hagyjátok abba! Ki engedett be ide minket? Nyugodtan vehetek! Bajos Péter rendőr, Péter Zsörmester, az 5. kerületi kapitányság nyomozója. Na, mindenki személyigazolvány. A mindent, ami utánatok van, ilyen hangosítószer letenni ide a földre, szépen. Jó, és akkor ki a vezérelmet az egésznek? Nincs. Jó, tudjátok-e, hogy hogy lehet ide bejutni a minuszt? Át vagyunk a folytóajtón. Igen. Igen, és leadták most nem igazolni? Kapszatok belépési házat, hogy bejöttetek? Nem. Na, hát akkor tudjátok, hogy mi a probléma. Az intézménynek a szabályait sértjük, mert ez nem számít a törvénysértésnek. Elvek igazolványomat. Én nem vettem el, akkor venném el, hogyha elsiklát vagyok. Ezzel maximum az intézmény. Egy minisztériumban akkor se lehet csak úgy bejutni.
Főleg úgy, hogy átugrálnak a belépőzik. Próbáltuk, kinek nincsen? Kinek nincsen? Jó, kinek nincsen? Mindenkinek van személy? Mindenki adott? Mindenkinek van személy igazolva, és mindenki adta? Elfárad a kezem. Oké. Na, akkor mindenkit szépen gondolkozik. A kapózott meg a szép a beléptetés egyét, meg azt, hogy miért zavarják hangoskodással a minisztérium munkáját. Egyébként akkor kérdezem mindenkit, mert mindenki egyénileg döntötte el ezek szerint, hogy bejönjük a minisztériumba, akkor kérdezem, hogy miért zavarják a minisztérium munkáját. A minisztérium munkatársai és vezetői rosszul végeztetik munkájukat, és ezért kirúgjuk őket, mi vagyunk a felelős állampolgárok, és a minisztériumnak minden vezetője ki van rúgva az intézményről. Nyomozúr, meg kérem, hogy moderáljon, és akkor azt hittem, hogy mivel hogy a hallgatói önkormányzat meg hasonló, hogy, vagy nem, bocsánat, hallgatói hálózat, vagy nem tudom mi volt arra kirakva, azt hittem, hogy az egyértelmű, ugye, hogyha sokan vagyunk, akkor feltesszük a kezet, ki akar mondani valamit, ugye? Nem, hogy egyszerre elkezdünk kiabálni. Elnézést, azért jöttünk ide, mert a minisztérium minden mellőztartásra a egyeztetést, és viszont meg hosszú távra alakú döntéseket, hogy kizárólag a politikai ideológiai célokat vettek figyelembe. Ezért a minisztérium vezetőit most kirúgjuk, mert rosszul végezték munkájukat. Ugyanakkor felkerüljük a minisztérium munkatársait, hogy alapítsák meg velünk együtt jól működő emberi erőforrás minisztériumát, ami azt tetteni a dolgokat az intézménynek. Nyilván ugye gondolom, hogy ez általában így szokott tenni, tavaly is hallottam ilyet, hogy bejöttek fiatalok és leváltottak az egész minisztériumot. Minden évben ez történik, de attól függetlenül megkérnék akkor mindenkit, hogy kövessék a személyigazolványokat, tehát engem, és vonuljunk le szépen a töltés aulába, és ott megbeszéljük, hogy mi lesz tovább, jó? Levegyünk az aulába. Mindenki egyetért? Vagy valaki ezt már azzal kezdődik, hogy vonulnunk kell a folyosón, mert lejött. Kérdezem az öregyet. Remény, most toljál, akkor vívják a vizét, akkor levisszük őket. Jó, annyit kérnék, hogy az ajtók elé ne üljetek, jó? Tőlem is nem üljetek. Menjünk az aulába, gyerekek! Na. Legyen. Thank you.
maradtak. Thank you.
hallani. Jó, de milyen magatartásokat? Jogsértő cselekedet. Jó, abban a minisztérium pedig az ország működését zavarja meg. Kérjük, fejezzék be! Nem hallok egy szót sem. A minisztérium működését abba kell hagyni, mert zavarja az országot. Ezt tényleg csak így mondhatják. Ezt nem mondjuk, hogy az nagy munkavégzés nem folyik, ez decemberben mondom már kiderült. Igen, pontosan ezt kinyitnánk, hogy egy főszolgálatot elég.